És már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható. Dugó, fadugó, bing-beng, bent a lukba, dugó, fadugó, akar fadugó. Minden lyukban legyen dugó, ez a végső cél, tudós lyukban legyen kiegér. Dugóra üt, mégis, rá is, most jó, hogy lukat észre vagy, üs, mégis. Okosabbat kéne élni, annyit mondhatok. Buta kis egér, ki folyton lukban kodorog. Gyere ma most közbe, egérpajtás, mondjuk délután. Beleharapni a körzetbe óra szám. Ne városolsz ki téged szép vilát, egy macska mégsem mehet egér helyett libát. Tudom, nem rajonghat minden egér, de én tíz azért vagyok, hogy te ne is legél. Ez van, nem jön, hajnukból az egér, nem jön. Bravo, Csisztu Zsuzsa és Sipos Péter! Na, megcsináltátok! Azért lihegésen is látszik, ez egy nagyon nehéz produkció, tehát mind fizikálisan, mind nem tudom, hat különböző részt kell énekelni. És Zsuzsi, tehát te nagyon jól énekelsz, tehát csak a mestered mondja rólad, persze, azért mind a hat részt úgy érzed, hogy bírtad. Azért nagyon nehéz, mert tényleg vannak fönt kell egyszer énekel, egyszer lent, egyszer gyors, egyszer lassú, tempók, nincs is nagyon dob benne, hanem ugye egyszer csak hopp, egy másik tempó elindul, és akkor ezért nehéz nagyon. Igen, de Zsuzsi, tényleg nagy tapsod, hogy te kész, te élsz a színpadon, ez neked működik, és nagyon jók a cicafülhaj, tessék, így kell kontyot csinálni, Dobrádi Ákos, mert lengeti a tóját. Na hát, amikor elolvastam, hogy ma melyik páros milyen dallal készül, akkor én megmondom őszintén, ezt vártam a legjobban. Kíváncsi voltam, hogy ezt a kultikus Kós Hofi duettet hogy hozzátok ide a színpadra, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon profi volt. Úgyhogy egy nagyobb, még nagyobb tapsot megérdemel a párosunk. Köszönjük szépen! Tetszett, nagyon szellemes volt, és hát Zsuzsa benned az a fantasztikus, hogy annyira... Na, a Zsuzsában az a fantasztikus, hogy annyira fesztelenül, annyira görs nélkül és lazán oldja meg ezeket a feladatokat, hogy na ez az, amit nem lehet tanítani. Vagy jön zsigerből, vagy nem. Olyan, hát mintha évtizedes előadói rutinnal rendelkeznél, és az, hogy énekelsz, megmondom őszintén, fogalmam sincs, mert nem figyelek rá. Beszippant a produkció, az elejétől a végéig remekül szórakozunk, úgyhogy tényleg le a kalappal, gratulálok. Köszönjük szépen! Klári? Nagyon-nagyon édesek voltatok, és ahogyan az Ákos említette, ez egy nagyon nehéz dal, ez egy nagyon komoly bevállalás volt ez. Rengeteg humor volt itt a színpadon, nagyon jól hoztátok, nagyon együtt vagytok, tehát nagyon figyeltek egymásra, nagyon jól tudtok együtt dolgozni, és hát borzasztóan tetszenek a kiegészítő cuccok, az egered, Peti kémot, jó, nyugi. Az övednél, és hát a Zsuzsa nagyon rutinosan,
állat, most kicsit lehet, hogy elárulok téged, mert ahol úgy érződött, hogy a hangokkal problémáid van, nagyon ügyesen átdumáltál fölötte. Hát erről van itt szó. Hát olyan mesterem van, hogy minden trükkre megtanul. Igen, próbálni. Nagyon jól oldottátok meg, nagyon jól szórakoztunk. Amikor elkezdődött a produkció, akkor beugrott az, amikor az ablakom alatt elkezdenek bagzani a macskák, az megvan? Meg, igen. Meg, a világ legostobább dolga, megállnak egymás, aztán csináld már meg, azt hadd aludjunk, tudod ez a nem? Nekem a kuki ugrott be, de mindegy. Nem, és a, tehát, akkor az volt bennem, hogy egyébként, amikor elkezdtétek, hogy tök jó, amit nyomtok egészen addig, amíg nem az ablakom alatt nyomjátok. Tehát, hogy én ilyenkor ugyanis az első kezembe akadó tárgyat dobom ki a tévémnek, azóta nincsen távirányítója egyébként, amióta egy ilyen bagzó macska páros próbáltam ott lebeszélni erről. De tényleg egyébként a produkció nagyon cuki volt, jó hoztátok, bonyolult is volt, nagyon összetett. Igen. Én néhol pontosan azt, ezt éreztem az egyik veszélyének is, hogy picikét mentetek a dal után, annak ellenére, hogy jó hoztátok. Én szerettem, nekem volt egy pici hiányérzetem abban, és tudom, hogy nem lehetett egereket rohangáztatni, de volt nekem egy... Egeret akartál? Igen. Hát egy raktárban elmész van. Picikét, nekem emiatt volt Lukas, hogy egy picikét olyan nagyon belül történt meg a dolog, és nem nyílt ki, tehát nem láttam azt, amit ők tényleg ütnek, de nekem csak ennyi hiányérzetem volt. Azért elhangzott a zsűri részéről, hogy gyertek közelebb, de egy nagyon nagy dicséret, hogy te mennyire jókedvű vagy, és ez tehát nekem is úgy tűnik, mint bocsánat, hogy nem is dolgoznál ezen, hogy igen optimista vagy, tehát, hogy nem görcsölsz azon, hogy most a színpadon kell lenned? A koreográfia miatt nem dicsértük meg a Zsuzsát. A koreográfia igen, miatt? Igen, ő csinálta, igen. Mert hogy ezt egyedül találtad ki, ahogy a kisfilmből láttuk. Egyedül semmit nem találok ki, mert azért kell hozzá egy partner, akit én nekem is meg kell, hogy dicsérjem, mert hogy mindenféle helyzetben kimozdul azért ő kényelmi zónájából, és azt mondja, tangózni kell, akkor tangózni fogok. Úgyhogy... Jó, te megkapaszkodj mindig a pandúrodban. Hidd el, hogy te egy könnyű tanítvány vagy, mert van kedved ezt csinálni. Van egyébként, van. Hát nem olyan nehéz mellette, tehát nem egy annyira sautlan fickó, az az igazság. Nézzük a pontokat, Dobrádi Ákos. Ez egy nagyon-nagyon magas léc volt, úgyhogy... Hopp, egy tízes! 10 pont kapásból. Kemény munkának megjött a gyümölcse, Klárika. Én állatbarát vagyok. Ott is egy tízes. Hoppá. Szigorúan indított ma a zsűri, de úgy látszik megenyültek. Na nézzük. Kassa Tibi. Én is szerettem bennem, egy icipici hiányérzet maradt, és akkor ott van egy... Köszönjük 9, szépen. 29 pont.